A nehézségek és a bizonytalansági tényezők ellenére megszületett a megyeszékhely idei évi költségvetése. A Fidesz frakció vezetője a közgyűlésen elmondta, sosem volt még ilyen magas, közel 93 milliárd forintos főösszegű költségvetése a városnak, amelyben tartalék összeget is tudott képezni a megyeszékhely. Jelentős több mint 5 milliárd forintos tartalékképzés is benne van ebben a költségvetésben, ami arra szolgál, hogy adott esetben pontosan ezen bizonytalansági tényező kiküszöbölésére szükség szerint ezt fel lehessen használni. Abban az esetben pedig, hogyha olyan állapotok, olyan helyzetek nem következnek be, akkor ezt annak más módon történő rendeltetésszerű felhasználását természetesen egy költségvetési módosítás keretében a közgyűlés is tárgyalni fogja, és ismerté fog válni mindannyiunk számára. Tehát mi is volt a legfőbb célja ennek a költségvetésnek? Ezen nehézségek mellett, ilyen bizonytalansági tényezők mellett biztosítani kellett a város biztonságos működését, a város intézményhálózatának, szociális ellátórendszerének, intézményhálózatának, a gazdasági társaságoknak a működését úgy, hogy a város lakossága biztonságban érezze magát, és tudja azt, hogy a város vezetése, illetve hát a város, a közgyűlés egy olyan költségvetés fogad el, ami az ő életminőségének a javítását célozza meg leginkább. Az ellenzéki frakció vezetője szerint a kormányzati gazdaságpolitika egyértelmű vesztesei az önkormányzatok, a magas inflációval, az energiaárakkal és minden egyéb olyan döntéssel, ami nehéz helyzetbe hozta őket. A frakció vezető hozzátette, ha nem lenne az Európai Unió, akkor a fejlesztésekben sem tudnának az önkormányzatok előre tervezni. Éppen ezért a költségvetést nem támogatják. Kapunk kompenzációt, hogyha a külső kényszerekről beszélünk, de sajnos az adóelvonások, a szolidaritási hozzájárulás és a mérhetetlen energiaárak miatt, amit szintén a kormány hibás gazdaságpolitikája okoz, ez gyakorlatilag elvész, látható, hogy mintegy 22%-ot finanszíroz csak az állam azokból a hátrányokból, amire szüksége lenne az önkormányzatnak. A legfőbb áldozat összességében az önkormányzati struktúra. Itt a napirend előtt már elhangzott az, hogy az önkormányzatok egyértelmű vesztesei az elmúlt időszaknak, csak azért is, mert a rendszerváltás óta megálmodott önkormányzatiság folyamatosan csorbul, de hát az is látszik, hogy a hibás gazdaságpolitikának a következményét az önkormányzatoknak kell kiköszöbölniük és kiköszörülniük, és hát ha csak egyet kiemelek, ugye például a Nyíregyháza tekintetében ugye ilyen például a felújítási feladatoknak a köre. Mi továbbra is hiányoljuk azt, hogy a lakhatási célzatú gondolkodás nem jelenik meg a költségvetésben, akár bérlakások formájában, akár pedig nyugdíjasokat érintő valamilyen lakhatási lehetőségbővítés területén. Nyíregyháza polgármestere az ülésen elmondta, 2013 óta nincs költségvetési hiánya a városnak, hitele alig van, és az idei évi fejlesztéseket is végig tudja finanszírozni, mindössze a folyószámla hitel keretével gazdálkodva. A polgármester szavai szerint ez az elmúlt 12 év takarékos, szigorú, észszerű pénzügyi gazdálkodásának köszönhető. Törekedtünk arra, hogy reális költségvetésünk legyen, ezért nem tartottunk januárban közgyűlést, ez decemberben is bejelentettem. Több említettem is, több olyan jogszabály megjelent, például a gázár rögzítése, ami azért a költségvetésünk szempontjából fontos. Nem gondolom azt, hogy évközben nem fogjuk módosítani ezt a költségvetést, mert olyan helyzetben vagyunk, hogy mindig figyelnünk kell, de felállítottuk azt a monitoring rendszert, és folyamatosan elemezzük, értékeljük a dolgokat, és ennek megfelelően hozunk, mondhatni, megalapozott időtálló döntéseket. Ennek szellemében kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról. A költségvetést a testület 14 igen, 5 nem és 1 tartózkodás ellenében elfogadta.